Álmos. Amúgy... Amúgy ezek egész, tényleg a legjobb négy darab sör, amit amúgy össze tudtunk állítani ebben az évben. Amúgy igen, a szarsörök között így választottuk kb. A prémium farkakat. Menjünk sorba, nem? Ja, kezdjünk a díppel akkor? Menjünk mélyre. Menjünk mélyre. Onnan könnyű kimászni, nem? A közöttben. Ez egy 4%-os láger. És mik az összetője egyébként, mi van benne? Sör. A kukorica gríz van benne, az nem jó. Az ugye, mert nincs kukorica gríz egyébként, ez innentől kezdve már egy jó sör. Én azért még várnék ezeket. Azt merje állítani magáról, hogy Prága első számú söre az egész világon. Melis. Ennek olyan kukorica íze van, hogy mint hogy a vezérőről szedjél. Árva maráka, árva, komló kivonat. Nem azt mondtam, hogy kukorica nincs benne, kukorica gríz. Árva, sticky back. Mintha mezőre szedték volna. Meg kell adni a helyét egy ilyen sörnek. Szerintem. Most nem azt mondom, hogy ez egy olyan fancy sör, hogy ez csak egy gyertyafényes vacsora mellett lehet egy bor helyett meginni. De hogy ez nem, hát ez nem a vedelésre van kitalálva, hanem az az ivásra. Amikor így leülsz a haverjaiddal, megnéztek egy filmet, vagy egy meccset, vagy egy kicsit beszélgetek egy izébe, egy udvarba, valami kocsmának az udvarába, és így jól el tudtok mellette iszolgatni a sört. Én egyébként alapvetően nem csalódtam ebben a sörben, ahhoz képest, amit amúgy így képviseli, így dobozilag. Csalódni akkor csalódik az ember önkoron elvárása. Arról szól, hogy egy finom sör megfizethető áron. Ez a baj, hogy ez tényleg olyan, hogy így sör íze van. De hát, hogy... Annyit szok róla mondani. Szárokra meg. Jó. Ilyen nagy aranykorsú jó vagy, nem? Igen, mert a olcsó, és amúgy nem rossz. Annyira nem sziszen jól mondjuk. Illetve... Anya ezt veszi. Az ezt vagy a P van előbb? S, mint a sár. Szervusz, János vagyok. S az egy. Sanyi, kihagytam a csavarunknak. R, mint a. Rest a day. P, mint a. Szerintem ezeknek amúgy van köze az a legyászok, hogy igen, lókják a stílú. Nem tudom. Jó. Ezt akkor megbeszéltünk, hogy ide bevágunk egy Wikipedia cikket. Kérdezz meg, hogy a tip már, mert telefonos segítség. Te nem is tudod anyám számát. Szerintem ennek, a Star Opera ennek van a legszebb dizájnja. Nézzétem meg azt, hogy kiforgalmazni, és abból kiderül, hogy van-e például hozzá. Ha... Benny Market Kft. A Pilsner az még kifejezette nekem egy olyan sör, hogy amikor egy kicsikét így van pénzem, akkor mindig veszek egyet, mert amúgy ez egy jó sör. Nem akarunk amúgy a Pennyvel egy ilyen szerződést kötni? Ez szponzorációs szerződést? Azonban így akkor fel kell tüntessük őket a videóinkba. Simán. Most itt van. Szépen, lassan, gondolatosan iszegetünk. Na, várjátok egy kicsit, jó? Most jön a tücsök hang, most. Ne bepumpálni tücsök hangot. De azután, hogy azt mondom, hogy ez a hangot. Hangja szép, színe szép, szaga szép. Nem tudom, az aranykorsó, ez patent. Lehet, hogy egy kicsit több sör került bele, mint víz. Amúgy egy olyat hallottam, hogy a legendák szerint, hogy elméletileg Magyarországra más pilsnert szoktak küldeni. Ez veszélyes. Te amúgy a rosszabb söröket amúgy gyorsabban iszod.
Tehát tipikus az az ember, hogy aki szerintem az ilyen finom joghurtot a lehető legkisebb kanállal leszi, és csak így belemártja és így lenyomja. Miért akarod minél tovább húzni a szasernek az ízét? Hogy szenvedjek. Szeretett a fáj. Ez a te kereszted. Én is valami keresztes poént akartam elsütni amúgy. Srácok. Ez tipikusan olyan, hogy az, hogy, ez a hogy a rossz sör létezik, az másnak a bűne, de hát valahogy őt meg kell váltani. Annyira bírom, hogy ilyen annyira erős apa hangokat hallasz. Ugye elkezdesz nyomogni. A pécsi sörnek kettő darab címkéje is van, mind a kettő konkrétan ugyanazt mondja el. Ez így legalább arra jó, hogy a hülye is megtalálja, hogy melyik az, mi van benne. Ivóvíz, árpamáta és komló. Mi van veled? Most mondtad, hogy a hülye is megtalálja, és egész sokáig. Ez azt is írja, hogy fogyasszam felelősséggel. Azt írta? A többi, a Royal mondjuk írta, hogy fogyasszam felelősséggel? Nem minden. Kedvesekkel nem ittam még ilyet. Na, amúgy az a durva, hogy én se de hallani már. Mi lenne, hogyha kijöntenéd és nem popáltál? Ez ennek mondjuk jó hangja volt. Na ez az arány. Ez már inkább. Ez az arány. De mindjárt kiderül az íze amúgy. Egészségük. Hát ez kifejezetten rossz, mint a Na ebben mit raktak erre kíváncsi vagyok? Jesus Christ. Azt nem raktak. Ez most hülyeség lesz, amit mondok, de poloska szaga van. Konkrétan legyünk a karamellesen. Na lesz. Igen, egyre inkább van. Tehát most nem tudom, hogy most kicsértek meg a pécsi sörgyárat, vagy a poloskákat egy karamell szagunkban. Na jó, akkor egészség. De amúgy ennek most már meg is bocsátottam. Tehát sokkal jobban néz ki, mint az íze. Ez még a biztos. Ez tipikusan olyan, hogy ezt kipróbálnám ilyen búvára, szóval ilyen beleejteni más italokat. Na jó jégerső? Igen. Vagy mire gondolsz? Itt van a pohár, megvan egy sörő. Jaj, pohár sör. Itt van a pohár, megvan pálinkám. Pohár pálinka, pohár sör, pohár pálinka. Ho-ho-ho. Tenger alatt járok. Basszus, hát olyan az íze, mintha ilyen vasas víz lenne. Úgy tudom, hogy amúgy az összes pécsi sör az így ilyen, amúgy egészen magasra teszi a lécet, pedig ahhoz képest amúgy nem is veszik annyian. Mármint, hogy én szerintem nincsen egy a népszerűbb sörök között. De hát amúgy meg tudom érteni, mert amúgy ez most annyira nem egy ilyen favorit, mint amennyire gondoltam, hogy ez jó lesz. Igen, lehet, hogy ez is egy olyan sör, amit így vagy utál az ember, vagy szeret. A színe az tényleg szép, és amúgy, aki a malátás ízeket szereti, annak ez be fog jönni. A megszokott van. Ezt viszont én már annyit ittam ilyet, hogy már összefut a nyára számom. A tanul reflexia már. Ebben van kukoricavíz. Víz, árpamáta, kukoricavíz, komló és komló kivonat. Na, jó, ez egy szalcsör. Amúgy csak úgy elmondom, hogy a Dreher az kb. Egy éve vagy másfél éve megújult, már nincsen benne kukoricagríz. De ebben már nincs. Már bocsánat. De a 2016-os, a 2019-es és a 2018-os, miért nem sorra raktak? Mondd a Selection-t, megnyerte a külbányai. Milyen Selection? Mondd el! Felmennek egy honlapra, befizetnek egy összeget és megkapják a díjat egyből. Na jó, de befizetnek egy összeget? Na jó. Csak valamit tesznek érte. Kérdezem, a többi sör megnyerte ezt? Bennünk legalább volt annyi, hogy befizetek ezt a rá. Szerintem 17-ben nyert más. Nem, szerintem akkor senki nem fizet. 17 az egy szarén volt.
Amúgy mondom, hogy azért sikerült kétféle verziót öntenie. Szóval, hogy megkóstoljuk havason és meg hab nélkül is. Jó, akkor én mondom a havos, akkor mondd a hab nélkül. És viszont olyan, mintha ülsz a karitáborba a stégen. Mögötted a röpi pályán, a bikinis lányok röpiznek. Eker valahol a vízbe befogjék meg fülön. Mindenki kéri ki a lelleföccsöt sütene. Olyan szintű boldogság, ahogy azt már mérni se lehet. Egyébként a testet szarrá éget már. Igen. Na ez az érzés, ez pontosan olyan, mint a kívánjátok. Amúgy átérzem. Amikor a reggel 8-as unikumot kikéred egy jó sör kísérletében. És az egy kívánjátok. Mármint, hogy én nem szeretem az árfa centrikus söröket, mert én azt szeretem, hogy egy jó keserű. És amúgy szerintem pont jó. Annak kellene, hogy a kukorica gríz van benne, ez a legjobb. A négy sör közül, amit kóstoltunk, a kőbányai az egyetlen, ami amúgy egy eszmét is képvisel. Ez egy jutalom a nap végén. Sőt, amúgy szerintem az összes sör közül ez az egyetlen. Ez a munkás. A munkás osztályt azt célozzák meg. Egyedül egy helyen lehet szar Dreher sört venni a szigeten. De csak ott. Olyan, mint egy időkapszulát innen. Nézzük, hogy mi van benne. Azt mondtam, hogy nincs benne kukoricakvíz. Víz, ápa, máltat, kumló és kumló kibonat. Ez egy sör. Várjál, az van ide írva, hogy a kép forrása fortepán. Azt vágjátok ezt a valapot, nem? Kép. Nem tudom, van ezen egy kép. Fortepán az király? Ja, tényleg a Fortepán. Na hát már ezért megérni. Igen, azért remélem, hogy ezt a Dreher sört nem a szeménykeleten gyűjtik, mint eredetileg a Fortepán képekhez. A lényeg, hogy ragadjon a bélyeg. Csá! Jó. Még mindig itt vagy, te kis légypiszok, menj visszatanulni.